Áruhás rendőrök ütöttek rajta az egyik perui drogterjesztő banda vezetőjé. A különleges egység tagjai az ünnepi szezonnak megfelelően álcázták magukat, hogy könnyebben megfigyelhessék a gyanúsítottat, és ne keltsenek feltűnést az elfogás előtt. Idén korábban érkezett meg a télapó az egyik limai banda vezér otthonába. A fehér szakállú és manó segédje múlt vasárnap lepte meg a kábítószer terjesztéssel foglalkozó Los Flakis banda feltételezett vezetőjét. A perui rendőrség egyre sűrűbben vett be áruhás egységeket a drogellenes razziákon. A többnyire ártalmatlannak tűnő álutcaseprők vagy álhajléktalanok a meglepetés erejével csapnak le a bűnözőkre, és sokszor hatékonyabbak, mint egyenruhás társaik. Az ünnepi szezonban pedig a télapó jelmez sem keltett gyanút a drogdílerben, ráadásul a nyomozók így könnyebben megfigyelhették a gyanúsítottat, aki egy közeli iskola mellett árulta a kábítószert. Ahogy az egység vezetője fogalmazott, a télapó ezúttal nem hozta, hanem vitte az ajándékot, a razzia során lefoglalt drogokat és a banda vezérét, valamint három másik tagját. A rajtaütés eredményesnek bizonyult. Jelentős mennyiségű marihuánát és kokainpasztát foglaltunk le. A helyszínen egy támadó fegyver is előkerült, közölte a bevetést irányító őrnagy. Az ENSZ adatai szerint Peru a világ egyik legnagyobb kokacserje termesztője és kokain előállítója. A dél-amerikai országból évente nagyjából 400 tonna kokain csempésznek külföldre. A kosztarikai parti őrség épp a napokban foglalt le egy hajót, amelynek fedélzetén több mint 2,5 tonna kokaint találtak. A Coco Chanel divatmárka logójával ellátott kábítószer csomagok Peruból, illetve Kolumbiából származtak. A szállítmányt a szokásos közép-amerikai útvonalon akarták eljuttatni a mexikói drogkartelekhez. A perui hatóságok drákói szigorral lépnek fel a droghálózatok és a hozzájuk köthető bűnözői csoportok ellen. Idén augusztustól októberig 19 tonnányi lefoglalt kábítószert semmisítettek meg. Ám az illegális drogüzletre idén világszerte a koronavírus járvány mérte a legnagyobb csapást. A lezárások és a szigorú ellenőrzések miatt ugyanis a bejáratott csempész útvonalak nagy része használhatatlanná vált, ugyanakkor megsűrűsödtek a rivális kartellek közötti erőszakos leszámolások.